A református iskola tornatermében két pályán is folyt az utánpótlás korú leányok röplabda kupája. Ez az a korosztály, amely nagyon igényli a versenyeztetést, és erre talán még időben ráéreztek a szövetségben és a helyi bázisokon is. A játék, az utazás, a siker kombináció lehet a motiváció, a sok kis karrier kiinduló pontja. 2015-16-os tanévben a Magyar Röplabda Szövetség elindította azt az úgynevezett U13 vagy OMB országos minibajnoki versenysorozatot, amelynek egyik állomása most ez. Ez egy kvalifikációs torna, minden tornán lehet a csapatoknak gyűjteni pontot, és aztán a közel 30 csapatból az első legjobb 12 fog az országos döntőbe a jövő hó, tehát április végén országos döntőbe versenyezni egymással. Most mely csapatok ellen kell megküzdenünk? Hát itt két olyan város van, aki két csapatot is indított, a Szeged, illetve a Szolnok. Budapestről érkezett hozzánk az MTK, Sősáp, Pest megyéből, és mi így vagyunk 8-an. Ja, és Nyíregyháza, ne felejtsük el a nagy riválisunkat. Nyíregyháza is itt van, egy csapattal. Ugye jellemző az, hogy ahol van első osztály vagy más osztály csapat, mindenképpen jó az utánpótlás. Természetes, már egy kicsit hullámvölgybe kerültünk a tavalyi évben, hiszen az akkori NB1-es csapatunkból sokan mentek el, úgyhogy nem tudtuk vállalni az NB1-et. De nyilván főleg saját nevelésű gyerekeinkre támaszkodik a felnőtt csapat. Úgyhogy azért nagyon fontos, hogy minél több versenyen vegyünk részt, mert annál jobb lehet majd később a kifutás a felnőtteknél, illetve egy motivációs bázis a gyerekeknek, hogy hát ott vannak a nagyok, mi is oda kerülhetünk. Az első mérkőzésen már túl vagytok, méghozzá sikeresen vettétek az akadályt. Milyen volt belülről? Hát én nagyon örültem, hogy meg tudtuk nyerni, mert első meccs azért csak nehezebb, mint a többi, és nagyon összeszoktunk már. Szerintem az első szett nagyon jól sikerült, a harmadik szettet azért kicsit rosszul indítottuk, de azt is sikeresen megnyertük. Ki lesz a következő ellenfél? Szeged 1. Meg lehet őket nézni a másik pályán, mit tapasztaltatok, mi az erősségük, gyengeségük? Hát lényegesen jobbak, mint a Szolnok 2 volt szerintem, de azért verhetőek. Mi lehet a torna végeredménye, mit vártok magatoktól? Hát reménykedünk benne, hogy benne leszünk az első 4-be, és ha sikerül, akkor meg első 2 döntő.